Hello, sziasztok! Üdv a Fafaragó műhelyben és a csatornám. Ez a videó egy újabb mérföldkő történelmi pillanat a csatorna és a műhely életében, ugyanis elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor bemutatom az első széria sorozatgyártott késeimet. Tadá! Érdekel, maradjatok velünk és megnézzük bővebben is, hogy miről van szó. Róluk van szó, ők lennének az első széria késeim. Most csak kettőt vettem ki, az első szériába összesen 5 darab készült el, ebből most csak ezeket fogom most megmutatni nektek. Ugyanis néznek ki, miből készültek, hogyan készültek és mire valóak. Íme, itt lennének, ők lennének azok. Ez pedig maga a kés. Gyorsan egy pár szó a technikai adatairól. Ez egy 9,5 centi, 95 mm hosszú, skandináv élezésű penge. 3 mm vastag. A penge anyaga 80 CRV2 szénacél, ami körülbelül a 1095 high carbon szénacélnak felel meg. Nagyon hasonlóak a tulajdonságai, értartás, élezhetőség és rugalmasság szempontjából a 1090-hez, a 1095-höz szokták hasonlítani. Markolattüskés a kialakítása, a markolattüske hanem hogy csak végigér teljesen a markolat legvégéig. A markolat nyírfából, ezen például cseresznye előkével készült, van amelyiken kőr is, vagy pedig juhar, ezen lehet változtatni, ki miért szeretne rá. A markolatnak a formája és az egész késnek a kialakítása és skandináv, pukkos stílusú kést eredményez. Ezeknek a késeknek az elsődleges felhasználási szempontját amolyan outdoor bushcraft jelleggel gondoltam el. Ez nem egy kimondottan faragó, 100%-osan faragó kés, ahhoz egy kicsit túl nagy, viszont craftingolni, alkotni, farigcsálni egész jól lehet vele, és kirándulásokhoz, táborozásokhoz, tényleg erdei használatra nagyon jól lehet használni. Maga a kés kicsit a murához tudnám hasonlítani méretben és felhasználhatóságban. Talán egy picivel nagyobb, mint a mura. Lerakom, jobban látjátok. A markolata ennek egy kicsivel hosszabb, kicsivel vastagabb. Nekem ez a fajta markolat, ez a vastagabb markolat a faragókésekből ered. Faragókéseket tudom így jobban, erősebben megfogni. Megmutatom, ez az én faragókésem. A markolat ott nagyban inspirálta ez a fajta fogás, ez az enyhén szögletes kialakítás. Ebből a fajta kialakításból jöttek ennek a markolatnak az ötletei is. Egy kicsit olyan szögletes, egy kicsit erősebb, vaskosabb, ez egy nagyon jó, stabil fogást eredményez. Ezek nélkül az új, nem tudom, minek hívják ezeket, anélkül, hogy a kezedet tényleg bezárná egy ilyen fogásban. Nekem bejön ez a fajta markolat, én szeretem így használni a késeket. Penge, már említettem, nagyban hasonlít a murához felhasználás, egy kicsivel vastagabb a pengéje.
viszont annyival úgymond javították. A vastag pengéknek problémája faragásnál, és a vastag penge nem eredményez a lapos élszöget, ezáltal a faragáshoz annyira nem jó. Ezt úgy orvosolták ezen a késem, amit láthatjátok, hogy az él ezen a morán körülbelül olyan 5-6 mm-es, itt viszont felhozták majdnem egy centisre, ezáltal hasonló élszöget értek el, mint a morán, és így egy nagyon jól használható outdoor kést kapunk, mivel nagyon jól lehet, tényleg a vágó metsző képessége nagyon jó. Faragáshoz limitáltan alkalmas, azt mondom. Ez alatt, hogy limitáltan alkalmas faragáshoz, ez alatt azt értem, hogy sokat meg lehet csinálni ezzel a késsel is, sok mindent lehet vele faragni. Ezt a kanalat például tegnap készítettem vele. Meg lehet vele csinálni dolgokat, ki lehet vele faragni dolgokat, viszont mivel ez nem egy teljesen 100%-os faragókés, ezért egy ilyen kanálnak az elkészítése se lesz teljesen tökéletes ezzel a késsel, mint például egy olyan kanálnak az elkészítése, ami tényleg egy igazi faragókéssel csináltam. Ennek a kanálnak a megmunkálása, a kivitelezése sokkal finomabb. Ez pont azért, mert egy kimondott faragókésre készült, aminek egyértelműen kisebb a pengéje, ezáltal tényleg a nagyon finom, apró vágásokat, főleg az ilyen íveknél jobban el lehet vele végezni. Ennél, amennyire látszik, itt ezekben az ívekben egy kicsit direkt olyanra hagytam, nem sikerült teljesen simán szép vágásokat eredményezni. Ennek az az egyszerű oka, hogy ez a penge egy kicsit nagyobb, szélesebb és vastagabb, és ezeknél az apró, finom kanyaroknál annyira nem manőverezhető, mint például egy ilyen tényleg 100% kimondott faragók. És attól függetlenül én úgy gondolom, hogy ebben az outdoor bushcraft kategóriában teljesen megállja a helyét, és egy morakésnek a színvonalát tudja hozni, amit hogyha kivisztek magatokkal az erdőben, szerintem nem fogtok benne csalódni. A késeknek a pengéjét a Finn Lauri Késcég készíti, ezek már felköszörülve értek hozzám, viszont az élezést azt én fejeztem be rajtuk. Egészen az elejéről 2-4-6 százas papírral csiszoláson, aztán 1000-es és 2000-essel fejeztem be, és egy bőrön lettek megfenve. Ehhez Tormek fenőpasztát használom, egy bőrfenőpadom. Ezt a fajta élezést úgy vettem észre, ez a kés nagyon jól veszi, ez a penge, ez az acél nagyon jól reagál a tormekre. Ezzel megfenve nagyon jó kis élt kaphatunk, amivel nagyon jól lehet dolgozni. Ez lenne a mora. Ez pedig az én késem. Mind a kettőt nagyon jól élesre lehet fenni. Mind a kettőnek remek acélé van, amik jól veszik a fenést, és könnyen élezhetőek. A morával ellentétben ennek a késnek valódi bőrtokja van, amit egy bőrdíszműves készít ezekhez a késekhez, mindegyikhez úgymond személyre szabottan készülnek a tokok. Teljesen kézzel készültek.
ezek is olyan pukkó stílusúak. Ez a fajta rögzítés, ami nekem szimpatikus, ez övre fűzve ad a késnek egy kis mozgást, hogyha leülsz vagy mozogsz vele, kényelmesen igazodik az éppen mozgásodhoz, testtartásodhoz. Ugyanakkor egy erős, stabil rögzítést ad a késnek, nem fog kiesni a tokból. Ezek még elég frissek, még ki se akar jönni belőle. Okay. Ez egy 3 mm-es, a mester elmondása szerint nem is 3, 4 mm-es vastagságú marhabőrből készültek, varrással, ragasztással, és ez pedig a bújtatónak az élesztése. Szerintem szép munka, és kimondottan élik ehhez a fajta késhez. Mint már említettem, ezek a késeknek a markolatai mind variálhatók. Az alapmarkolat nyírfából készül, ezekhez lehet előkét kérni, vagy előke nélkül. Ezen cseresznye van, ezen kőr is, ez a kettő előke nélkül készült, ezeket festéssel kérték. Ez az első öt már le is lett foglalva, amit nagyon köszönök nektek, és lehet kérni különböző design elemeket rá, kinek mi a szíve vágya, milyen festést, milyen mintát szeretne rá, vagy éppen milyen fából szeretne rá előkét. De hogy mutassak valamit abból, hogy a kés mégis mire képes, egy gyors tollasság faragást is mutatok vele. Ezek az első vékonyabb vágások, ezek kellenek ahhoz, hogy a szikravetőtől a szikrát fölvegyék. Ezeknek minél vékonyabbaknak, minél finomabbaknak kell lennie, és ezeket a szép, vékony vágásokat is nagyon jól meg lehet csinálni. Látjátok, milyen szép vékonyak. Meg lehet csinálni ezzel a késsel is. Utána pedig lehet kicsit vastagabb, mélyebb vágásokat készíteni, amiknek már az a dolga, hogyha a szikra meggyújtotta az elsőket, ezek átvegyék a lángot, és azt továbbítsák még vastagabb bemetszéseknek, amik aztán végül pedig az egész kis ágat fogják begyújtani. Úgyhogy ezek a vastagabb vágások is megoldhatóak ezzel a késsel, amint látjátok, kezdtük az elejéről a legkisebb, legvékonyabbakkal, és úgy haladtunk a vastagabbak fele. Tudni, ez mennyi lett volna a rövid bemutatója ezeknek a késeknek. Remélem tetszett, és tetszik nektek ez a kés. Amikor a faragó baltákat készítettem, kértem a segítségeteket a balta elnevezésében, és nagyon szuperek voltatok, nagyon jó ötletekkel álltatok elő. Úgyhogy ennél is várom az elképzeléseket név szempontjából, minek hívhatnánk ezt. Első nekifutásra gondoltam Ihász Laci féle bushcraft kés, de kinek milyen ötlete van, szívesen meghallgatom. Ha bármilyen kérdésetek, észrevételetek van a késsel kapcsolatban, azt légy szíves írjátok meg a kommentek között. Köszönöm szépen, hogy néztetek, további szép napot, minden jót, sziasztok!